Sziasztok, én Random Man vagyok, és ez a World of Tanks videósorozat 7. adása. Lenne, ha nem lettem volna egy barom és töröltem volna a videófájt feltöltés közben. Szóval ez a 6. Ma egy új feature-t szeretnék prezentálni, nevezetesen a shitlistet, ami a tankokat osztály sorolja azt szerint, hogy ki hányszor ölt meg. Egy kill 1 pont, egy one shot kill 2 pont, IS-3 vezet, semmi meglepő. Jöjjön a videó! Nos tehát, mivel töröltem ugye a videót, feltöltés közben 52%-nál, kénytelen vagyok újra venni. Na jó, kezdjük a Yacht Pantherrel. Az első világháborús baromságot megmutatom majd utána. Szerintem előbb kellett volna az első világháborús baromság. Hát, ha megúsztam volna ezt a meccset. De nem baj, itt van előttem a shitlist, frissítésre készen. Remélem lehetőségem lesz prezentálni a fantasztikus lagspike-okat. Most esetleg 600-ról. Jaj, jó. Jó. Hát ez... Ott is a lagspike, nézzétek meg. Isten. Na, jól legalább tudtam, hogy az 252, az sincs a listán, na, hát emberek. Na, mi van itt? Egy pont. Ügyes gyerek. Na. Tehát az első világháború baromság. Az egyik csapatnak van egy Mark 1-es tankja, azt kell kísérgetni, a másiknak pedig elpusztítania. A pályán összeszedhető különböző zseniálisan szánalmas eszközökkel, mint a bomba. Nagyon izgalmasan hangzik. Az egyetlen pozitívum ennek a játékmódnak, hogy rohadt jó a map. Amúgy egy kaotikus káosz az egész. Logoktól látom, itt sem fogok megmenekülni. Ez végig kíséri majd a mai videót. Ez sem. Ez fantasztikus. Tényleg. Kicsit sem játszhatatlan. Ott felrobbant egy bomba a tanknál. El kell foglalni a bázisunkat, nekünk meg el kell pusztítani a tankot. Amúgy valamiért nem vagyok hajlandó elhinni, hogy 30 mm-es ágyukkal nem lehet átlőni egy Mark 1-es tanknak a páncélját. Ami szerintem kamu, mert ez nem 30 mm-es, hanem inkább egy géppuskára emlékeztet. Ja. Jó, lehet, hogy csak én nem lelem örömömet benne, meg lag is van, meg minden, de szerintem nem lenne baj, ha megszabadulnánk ettől a motta. Ezért ki is léptem, és lám, természetesen a legszarabb csatában nyertünk a Yacht Pantherrel, mert szeretek kétszeres szorzóval 400 pontokat kapni. Gusztustalan. De legalább a hosszabb cső már... Ezzel már be tudok vinni valami sebzést a jobb tankoknak is. Nem vagyok olyan szánalmas, mint eddig. Úgy mondom, hogy kevésbé vagyok vele szánalmas, na. Megint egy fantasztikus matchmaking. Szerintem egy perc alatt meg fognak jönni. Hát ez kurva jó. Elém kanyarodik az OI, nekem lemegy a fél életem, ő meg megúszta. Fantasztikus. Lecik, ma ez egy ilyen laggolós adás lesz, emberek. Nem tudom miért. Lehet, hogy a szerver karbantartások, de ha ez kell ahhoz, hogy ezután már ne laggoljon, akkor legyen. Jó.
Miért pattanok le a tigrisről? Komolyan mondom, sörmenne tudom szemből sebezni a tigrist, ezzel meg nem. Te szíjadat. Jó, majd Jack Tiger is felkerült a listára. Jack Tiger 88, 1 pont. Jó, kövi. Nem 103, na az kell nekünk. Megint felkuszott a pénzünk 100 000 forint fölé, úgyhogy muszáj elcseszni. És érzem, hogy ez lesz az a meccs, ahol ezt megtehetem. Hú, ilyes hét, elmaradhatatlan ilyes hét. Nem ő fog kinyírni. Tudjátok mit? Követtem az orosz tankokat. Akkor nem lesz baj. A leggonoszabbak úgyis mindent túlélnek. De ja, hogy ti tizé, sniperkedni akartak. Inkább megyek tovább. Na, jó! Random, semmiből, ilyes hét. Laggolunk, nem tud átütni. Micsoda, izgalmak. 50. Zseniális játék. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Nem baj, az estén még kinyírhat. Vagy én őt? Ki tudja? Ilyen nappal bírom. Hát jó van. Mi? Ja, meg kiléptem az első világháborúságba. Mivel menjünk? Crusader-rel. Adja magát a válasz. Ó. Ó. Hát van egy Lux, akivel el tudok szórakozni. A szembe jön. Összes többi egyből kicsinál. Majd meglátjuk. Tudjátok, az a baj, ha erre megyek, akkor az ellenfél köcsögje mindig erre jön. Nem szeretek erre menni, de sajnos ez a megszokott. T-30. Ezt most jól láttam? Beleugratom? Jó van. A Langos kitesz magáért. Legalábbis szerintem ez az volt. Na de... Ó! Oh. Igen, a lag van. Egyszer állok jobban. Gyerünk! Ah, jó. Talán az ellenfél legsebb tagját nem sikerült kicsinálni. Na, hát ez már jól kezdődik. Nyomatjuk. Hát ugye mondjuk a leglassabb, könnyű tank létemre. A Meshorn, gyere! Panzer SFL 4C, hát minden van itt. Hát ezt becsortam, na nem baj. Kiárt nekem. Yacht Panther. Úristen, ez a lagi emberek, ez elviselhetetlen. Csúszok. Mindenki teleportálgat. Úristen. Na úgy, látjátok, Crusaderre tudom sebezni a Panthert. Annak ellenére, hogy döntött pancol van. És ez most azért, ez most úgy hangzott, mint én itt a rossz PC játékokból idézném a hangsúlyt. Ez azért van, mert a rossz PC játékokból idéztem a hangsúlyt. Nevetséges. Szaros lag.
De természetesen megint nyerünk. Akkor kicsinálnak. Nem baj. Tényleg azt sem néztem, hogy ki jött meg. Föl kell írnom. Mi? Tolika? Az... most mi van? Ja. Tolika... Tolika... Hol? Nincs is ilyen, ő de van. AMX. Jó. Felírom a listára. AMX... 13.91 pont. Jó van, emberek. Szerintem itt a lag miatt én itt hanyagolom most ezt. Így is kikerült egy rendes, teljes idős adásnyi. Ugye ez a jó módszer. Naponta feltölteni egy szarverdott tanszos videót, és így tudom szemetelni az internetet, és az is bele fog futni a csatornámba, aki nem akar. Mert király. Nézzetek random ment. Na, sziasztok!